egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most külön szeretettel köszöntöm a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóasszonyát, a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, és nem utolsó sorban, de szándékosan utoljára, szeretettel köszöntöm a Művészeti Iskola új két igazgatóját, és át is adnám a szót, hiszen ők azért mondtak el, hogy most bemutatkoznak a bizottságot. A fenntartó alapítványnak uratkozik, elnöke vagyok, 15 éve működik az alapítvány, és 2003 óta működik a Fantázia Művészeti Iskola. Eddig a dr. Gálos Júlia vezetésével folyt, idéntől nyugdíjba vagyunk, és Jóka János lett az új igazgatónk, és nekünk is. Köszönöm szépen a szót. Szeretettel köszöntöm a bizottság kedves tagjait. Jóka János vagyok a barikád mindkét oldalában, mert mint tanár lettem, pillanatosan hívóval kaptam meg ezt a feladatot, mondjuk úgy keresztet. Röviden csak annyit, hogy egy történetet tanulják, nem is történet ez a való világ. André Kosztolányi, nagyon távol állt egymásról, egy ilyen tőnyecápa volt, és megkérdezték, nagy kaszvickó volt egyébként, tehát a tőnyések általában, és megkérdezték, hogy adjon egy tanácsot egy középszínvonalon élő családnak, hogy mivel fektessen vele. Nem sokat gondolkodott, annyit mondott, hogy a gyermekük, a gyermekét nevelik, és én az a legjobb, azhoz a legjobb hozzá, ugye ő már így fogalmazott. Miért mondom ezt? Fenntartó igazgató asszony meg tud ebben erősíteni, meg mások is, Inci is, hogy amikor eljártam, ugye itt szoktak lenni az nyitóink a művészeti iskolának, mindig el vagyok állva az általános iskolától. Mert hogy én olyan helyek, az én lakóhelyemen, Szigethalmon, hát bizony, nem mondom, hogy most, ha tudom, más lehetőségekkel, illetve más világot csak sokkal bírom. Tehát sajnos André Kosztolánynak ezt a mondatát nem hallották, vagy nem ismerik, vagy nem bírják a szívükre helyezni, hogy fejlessenek bele az oktatásba, illetve a gyermekeibe. Még talán egy rövidke kis lobby mondatot adnék el, amikor a szülőértekezetekkel bemegyek, és a szülőknek ugye ajánlom, hogy tanítsák igenis zenére a gyermeküket. Hát túl azon, hogy Kodály országa, ahová szoktam mondani, hogy lassan Japánból importáljuk vissza ugye, a Kodály módszer cégen szemre, de elmondom egy történetet, és rögtön elnézést kérek, hogy mindenkitől, mert ez egy állatkísérlet, egy patkák kísérlet, de embereken is működik. Három kontrollcsoport van, A, B, C, és a szokásos labirintus feladat, tehát meg kell találnunk az élelmet. És az egyik csoporttal zúzós zenét hallgatnak, revimetát, tehát ami az elég jól agyonguló. A középső, mondjuk a B csoport nem hallgat semmit, tehát ő csöndben él, és a C csoport pedig klasszikus zenét hallgat, illetve hallgatnak el. Gondolhatják, hogy mi az eredménye ennek a kísérletnek, hiszen akkor nem mondanám el. Igen, az, hogy amelyik klasszikus zenét hallgatott kontroll csoport, az sokkal előbb megtalálja az élelmet. Ezzel szoktam lobbizni, most ilyenkor azt hiszik, hogy na ez egy ilyen szentfazék, hogy legalábbis hogy csak klasszikus zenében él. Nem igaz, nem mondom el itt most az életemet, hogy mennyi más zenei stílusban is elkóborogtam, de tény is való, hogy a klasszikus zene igenis, hogy jót tesz. És ugye önök is ugye, én is szeretném a településemben, de hát senki nem lehet a király, ezért vagyok most itt. Ugyet, mindig a zöldebb a szomszédnak a fűje, kertje. Igen? Zöldebb? Legalább, hát én nagyon zöldnek látom egyébként, én nem onnan mindenféleképpen. Elmondott, hogy segít el. Köszönöm szépen. Ugye szeretnénk, hogy a fejbe generáció nem való világon, meg Big Brother való világon, stb. Önnek ott, hanem rendben lenne. Gondolkodtam, hogy mondjak-e még valamit, teljesen távol áll ez a művészeti oktatástól, az iskolától, mindentől, de el kell mondjam elnézést, és akkor megismerlek. Szerencsére abban a helyzetben vagy, hogy nem kell állatszót fölvennem, nyílt sisakos téja, élem az életem itt jó egy ideje. Én figyelemmel kísérem a képviselőtestületnek a munkáját egy bizonyos
szegmensét legalábbis. Azt hiszem tegnapi hír, vagy jól olvastam, tegnap az egyik hírportálon olvastam, hogy azt hiszem a kormányhivatal vonta vissza az egyik. Tehát most nem mint megbízott zeneiskola igazgató, mint magánember, csak nem tudom, hogy lesz-e módom egyáltalán valaha ezt elmondani önöknek. Értem, és sajnálom. Értem a rendelet alkotást, és sajnálom, hogy vannak, akik ezt támadásnak veszik. Én értem, hogy önnek ezt nem valami ellen, hanem valamiért tették. Éppen a német embereknek dolgozónak a védelmére. Én ezt így látom. Lehet, hogy beírták magukat a történelmkönyvek, mert nem tudom, és akkor majd valaha ez úgy fog előjönni, hogy kérem szépen ez az alsó németi modell, ugye? Mindig úgy később látjuk, tehát a történelm is így működik, hogy később látjuk, hogy valami mennyivel volt jó, vagy mennyire nem. De szeretem volna, mondom, itt magánember és nem zenés, és nem keverem a kettőt, de nekem tetszik ez a fajta hozzáállás, hogy van egyfajta ilyen jellegű kiállás az embernek mögött. Köszönöm ennyi, és egyébként mondanám, hogy hajrá, tehát ne adják fel magukra figyelt a világ, és most megint, vagy az ország legalábbis, és elég sokan, és most megint, mert ugye ennek lényeg, hogy visszavonatják ugye ezt a rendeletet, hogy olvasom, megint önökre fókuszálom most egy picit az erre érzékeny személyes fűt. Hajrá! Van új rendeletünk. Igen, azon a napon, amikor visszakottuk előtt. Most ez magánbeszélgetés. Az egyik napi rendkapcsán ez a rendelet hatályon kívül lett helyezve, és a másik rendeletre egy új rendelet el lett fogadva. Tanulmányozhatnám, mert ez engem ér? Köszönöm szépen. És nem is beszéltünk iskoláról semmit. De egyébként, ha bármi kérdésük van, nagyon szívesen, ha nem tudok rá válaszolni, azt mondtam diákjainak, hogy János bácsi ezt most nem tudja, de utána meg is volna elmondom, hogy milyen oldalás. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van az igazgatóhoz kérdésünk. Nincs? Akkor én szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek bennünket, hogy bemutatkoztak itt a bizottságnak, és nem utolsó sorban a képviselőtársaim és a magam nevében köszönöm a dicsérő szavakat. Ritkán kapunk ilyet, úgyhogy ez most hiszen nagyon jól esett mindenkinek. Nem dicsérni akartam, tehát a tény az tény. Tehát nem dicséret volt, tényközés. Köszönjük szépen. Igyekezni fogunk, hogy minél több gyereket toborozunk a művészeti iskolában. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. És akkor átérjünk a harmadik napi rendi pontunkra, a szivárvány nemzeti otthonos óvoda felépítésének tárgyi és személyi feltételei, az óvoda nyári nyitvatartásának tapasztalatai. Szeretném megkérdezni az óvoda vezetőt, Évát, hogy szeretnél kiegészíteni a beszámolóját. Én nem szeretném kiegészíteni, mert ebben a bizottságok kérdésről, akkor nagyon szívesen válaszolok a kérdéseket. Köszönöm szépen, szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy van-e kérdés az óvoda vezető asszonyhoz. Irmati. Köszönöm a szót. Elolvastam a tanítkezdésnél jelzett gondolatokat, hogy az óvodá menjen jelentett az iskolába, illetve menjen maradtak tovább az óvodában, és igen, meglepődtem, hogy 27 fő, egy jó nagy osztályi gyerek maradt vissza, még nagy csoportban. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyennek az oka, ha egyáltalán tudjuk a hátteret. Igen, mind a két csoportban, ez tulajdonképpen két napcsoportot érintve. Ezek a gyerekek nyári születésűek voltak, tehát május 31-e után született, akkor nagyon kevés volt a tanszék, és nagyon sok volt a beszédhibás gyermek, vagy olyan gyermek, akit érdemes még tartani. Tehát gyakorlatilag ezek között a gyerekek között nagyon sok volt a logopédiás, és ez volt az egyik oka, a másik pedig az, hogy még fejlettségükben nem érték el a fejlődési szintet, akár a differmérések eredményeképpen sem, hogy az iskolai életmódot látták volna a gyerekeket. Tehát csak azokat a gyerekeket rendettük el, akik stabilan és biztosan iskolai életek voltak, tehát az iskolai életmódra felkészültek. Igen, sajnos a tendencia tapasztaljuk, hogy egyre több gyereket kell visszatartani, többféle problémával, gyakori, nagyon gyakori a beszédhibák. Köszönjük szépen. Biztos, hogy bárki látta a beszámolóban, hogy tulajdonképpen az óvodavezető nem csak a beszámoló képpára, hanem egyben kérte a 2017-es évre a nyári nyitvatartást.
biztos mindenki végigolvasta. Én a magam részéről javasolnám, hogy a négyenlőt az előzőt kérte elfogadni. Majd még valaki nyilván valami kérdése. Kérdésem, el szeretném mondani, hogy tapasztalom pár évek óta, hogy nagyon tartalmas, precíz, pontos tájékoztatást kapunk, és ezt szerintem a bizottság lennében megköszönhetjük. Köszönjük szépen, és azt is tapasztaljuk, hogy évek óta ugye mindig sokkal több az igényelt létszám nyárra, mint amennyien valójában részt vesznek, és ez most is így van. És ami sem tudom szankcionálni. Nem. 10-20 főben. Szolgáltatóval. Én is köszönöm szépen neked a beszámolót, és akkor a határozati javaslat az így hangzik, Alsós-megyei Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a Kulturális Egészségügyi Szociális Bizottság határozati javaslatára elfogadja a napközi-otthonos óvoda beszámolóját, a fenyegetés tárgyi és személyi feltételeiről, valamint a nyári nyitvatartás tapasztalatairól. Egyben úgy dönt, hogy az óvoda a 2017-es évi nyári nyitvatartását az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az intézmény előzetes felmérése alapján 2017. június 19-től összevontan működik. A nyári szünet 4 hét, 2017. 7. 24-től 2017. 8. 19-ig. Nyitás összevontan a Szent István téren 2017. 8. 21-től 25-ig. Nyitás mindkét épületben 2017. 8. 28-án. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hangú volt. Szeretettel köszöntöm körülbelül még egyszer Stipnél Szántó Ilonát, az Alsó-Németi Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, aki elkészítette a 2015-16-os nevelési évről és a 2016-17-es tanérkezés változásairól a beszámolót. Megkérdezném tőle, hogy szeretné a beszámolóját, ezt a gazdag, tartalmas, igen hosszú beszámolót esetleg valamivel kiegészíteni. Nem gondolom, azt tudom, hogy elég hosszú a sikeredet. Valami kérdésem akkor. Köszönjük szépen! Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy az igazgatóasszonyhoz óhajtanak-e kérdést feltenni, vagy valami megjegyzés. Én csak annyit, hogy remélem, hogy sikerült megtalálni, hogy a anyag végére volt tűzve az a kétoldalas tájékoztató, amit kimondottan a idejük. Igen. Megtaláltuk, vagy legalábbis én megtaláltam. Nincs kérdés? Nincs. Akkor én mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a beszámolót, és szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e pontosabban, egyetértenek ezzel a beszámolóval, hiszen erről nem is tudom, hogy kell-e szavazni egyszerűen, vagy csak a tájékoztatás, és megköszönjük a tájékoztatást. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És akkor áttérnénk az 5. napi rendi pontunkra, ahol is nagy szeretettel köszöntöm Hégerné Marikát, és nem utolsó sorban Tóth Gábor urat, az Alsó-Németi Községért Alapítvány tagjait. Az önkormányzati alapítású alapítványok beszámolóját szeretném most, ha elővennétek, és átbeszélnénk, véleményeznénk és átfogadnánk. Akkor kezdjük először a Községért Alapítvány beszámolójával. Van-e esetleg a Marikához vagy a Gáborhoz valakinek valami kérdése ezzel kapcsolatosan? Én csak gratulálni tudok az Alsó-Németi Községért Alapítvány tevékenységéhez, utána itt olvastuk, hogy a Retrodit Fiszkó hatalmas sikert aratott, a Alsó-Németi Családi Sportnak évek óta, aminek nagyon örültem, hogy a Kutafalu szintén úgy tűnik, hogy fölfejlődik és nagy sikere van. Aztán a járókelővel kapcsolatosan is azt látom, hogy érdemes volt elindulni és érdemes volt ezt csinálni, és köszönjük szépen, hogy az ökoiskolához is természetesen segítséggel voltak a Községért Alapítvány résztvevői. És aztán olvasom itt a tervet, hogy új jégpálya bérlését, kialakítását, tiltását tervezik. Tehát tele van az alapítvány minden tagja ötlettel, elképzeléssel, tervel, de ott alul láthatok, hogy közben egy kis pénzt szeretnének kérni az önkormányzattól, mert kevés a pénzük. És meg is ígértük, hogy beszélünk erről, és bizonyos összegű támogatásban részesítjük az alapítványt. Szeretném megkérdezni még egyszer, hogy valaki esetleg Gáborítól szeretne valamit megkérdezni? Nem? Akkor
akkor beszéljünk a pénzről, jegyzőasszony. Beszélhetünk, javasolhatjuk a pénzügyi bizottság helyét? Én azt gondolom, hogy ezt a jövő évi költségvetésnek jó, tehát ebben természetes, hogy hoztak elvi döntést a bizottság. Én úgy gondolom, hogy miután költségvetési év végén vagyunk, hogy itt egy elvi döntést kellene megfogalmazni, és amikor majd a költségvetés tárgyalásra kerül a sor, akkor konkrét összeget a pénzügyi bizottság javaslata alapján. Köszönöm, jegyzőasszony, hogy én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy elvi javaslatunk már volt erről. Tehát most javasoljuk még egyszer? Szerintem nem szükséges, hiszen nem szükséges, mert egyszer már megtörtént. Jó. Erről döntöttünk már. Ne feledkezzünk róla, nem fogunk csak feledkezni, akkor kérjünk ki. Jó, akkor szeretném megkérdezni, hogy van esetleg valakinek még kérdése a beszámolóval kapcsolatosan. Ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja az alsó jövedékösségért közalapítvány beszámolóját. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangulat. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Akkor a másod az alsó jövedi Széchenyi István általános iskoláért közalapítvány beszámolója. Ez most egy picit rövidebbre sikerült, de a lényeg abszolút benne van. Ugye mindenki tudja, hogy Ladány Istváni Margitba lemondott, és most Hangyás Erika lett az alapítvány elnöke, de mint ahogy itt a végén olvassuk, és még mindig nem teljes egészében, mert még a jogi ügyek azok úgy tűnik, hogy nem tisztázódtak. Nem is gondolná az ember, hogy igen, nem is gondolná az ember, hogy ez ilyen hosszadalmas. Én a magam részéről a alapítványnak a beszámolóját természetesen támogatom elfogadásra. Nem tudom a bizottság tagjait. Erika nem jelent meg, nem tudom, hogy miért. Tehát ahogy beszámolod, még aláírta a Dániel. Igen. Igen, de itt most már Erika írta alá. Hát, hogy Hangyás Erika az eredetben nem elnök. Igen, 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 igen. Hát azt Erika, hogy még... ismerjük, óvatos ő, és igazán. Igen. Még nem elnök mindig. Nem. Én egyetlen nem. Egy dolog az, ami nekem feltűnt, hogyha inkább csak megjegyzem, hogy itt a számokat nézve, igen, ugye bevételek, kiadások, meglévő állomány, hogyha itt a községért közalapítvány számait összehasonlítjuk az iskoláival, tehát a községért közalapítvány jóval szerények. Tehát egy viszonylag nagyobb összeggel rendelkezik az iskolai közalapítvány, és bennem csak megfogalmazódott, hogy kell együtt ütögetni a pénzt, mert az iskolai közalapítvány is, én azt gondolom, hogy az alapítók iratában megfogalmazott célokra, hiszen azért lett létrehozva ez az alapítvány, hogy az alapítók szerinti célokra fordítson és hálózzon. Tudom, hogy most elnök személyi változás történt, de én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a közalapítványnak a lekötött betét nagysága mutatja az eredményes működést, hanem igenis meg kéne határozni olyan feladatokat és célokat, akár tárgyi, akár dolgi, akár iskolai programok támogatására, hogy ez a pénz hozza azt a szellemi tőkét, a célt, ami meg lett határozva annak idején. Jó, köszönöm szépen, én ezt tolmácsolni fogom, de biztos, hogy ha Erika valójában az alapítvány elnöke lesz, akkor ez egy kicsit változni fog. A beszámolóban azért láttam, hogy laptopokat vásároltak, hangosító berendezést, könyvjutalmakat, egyebeket azért egy picit mernek belőle költeni, de gondolom emiatt nem mernek még többet. Köszönjük szépen az észrevételt. Akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki az Alsó-Némedics iskoláért alapítvány beszámolóját elfogadja. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy hangú volt. Következik az Alsó-Némedics napközőtlanos óvodáért alapítvány 2015-ös évről szóló beszámolója. Hát itt is úgy olvastam én is, hogy vannak gondok, hogy hárman vannak, próbálják bővíteni a létszámot, de nem teljesen egyszerű. Nem tudom, hogy Éva esetleg tud-e válaszolni, ha van valakinek kérdése, tud válaszolni. Igen. Hogyha valakinek van az beszámolóval kapcsolatosan kérdése, az nyugodtan felteheti. A létszámból csak annyit, hogy ugye megvan az öt kuratóriumi tag, csak két kuratórium tag rendszeresen nem vesz részt, és már próbálkoztunk azzal, hogy mondjon le, de ő maga, amivel nem mond le a kuratóriumi tagságáról, így amivel ugye le lehet mutatni. A másik problémán pedig még szeretném jegyzőasszonynak kérni, hogy akkor segítsen, hogy az alapítási címben és mindenek elmentek az új alapítók iratában.
által, de Ügyvéd úr még mindig végig nem vitte végig ezt az egészet. És akkor gyakorlatilag novemberben lenne a bálunk, és addig nagyon szeretnék, hogyha elmondanak, amit vágnak az alapító fiatal, hiszen a befizetés beszélgetem és mindenki is kérdel, de újra fogom. Ezzel kapcsolatban bennem már megmondom őszintén korábban is felmerült, és ezen lehet, hogy nem ártana elgondolkodni a bizottságnak is, mert én úgy érzem, hogy ugyanarról a településről van szó, és én amikor a településre kerültem, és akkor még egy közalapítvánnyal több volt, tehát én meglepődtem, hogy egy településnek ugye négy közalapítványa volt, hiszen egyetlen egy közalapítványt be tudná tölteni, ugyanezt a szerepet, vagy esetleg kevesebb, az a lényeg, hogy ugye az alapítók, illetve milyen célokat határozunk meg, és én magam is gondolom, hogy például amikor az 1% tekintetében dönteni kell, most akkor melyik ujjamat harapom. Tehát én egy kicsit úgy érzem, hogy elforgácsolódnak az erők, a pénzek, tehát én megfontolásra javaslom, hogy kell-e a településnek ennyi közalapítvány, hiszen a közhasznossághoz különböző feltételeknek meg kell felelni. Ennek a négy közalapítványnak most már kőkeményen afelé jelentéseket kell adni, bizonyos előírásoknak meg kell felelni. Gondban, tehát amikor egy kuratóriumi tag változik, akkor tényleg hónapok kellenek, amíg ez a bíróságban átfut. Ha változik, ugye akkor ez négy közalapítvány tekintetében változik. A községi alapítvány ugye már megoldottatjuk, az ügyvédi képviseletet teljesen önállóan intézik. Értelemszerűen a másik három közalapítványnak nincs. A mi ügyvédünk ezt szívességből vállalja, mert ugye én a közalapítvány tekintetében, mivel önálló jogi személy az önkormányzat tekintetében, mi nem adhatunk megbízást, a konkrét megbízásunkat már fizetni kéne érte. Szóval ezer problémát oldott. Tett a korábbi még nagyobb létszám, talán még mai napig nem rendeződött le minden szállon a anyák és gyermekek közalapítvány ugye sem, mert ott is van valami folyamatban lévő APEC, ugye mi pont már a felszámolás miatt az egyik évi beszámolva nem került be, az APEC azóta is folyamatosan üldöz minket, de ugye már se elnök, se könyvelés, semmi, tehát el kéne ezen. Köszönöm, én senkitől nem szeretném ugye a lehetőséget elvenni, de én megfontolásra javasolnám, hogy lehet, hogy csak egyet javasolnám, mondjuk egy hasonlóan díjat alapítvány, és akkor abból mindenki részesülne? Fogod a iskola? Hát attól függ, hogy mi van az alapítók, illetve célok között. Tehát ott ugyanúgy lehet az óvodai nevelés támogatása, az általános iskolás korúak támogatása, az egészségügy. Tehát attól függ, hogy ez minden a célon múlik. Hát ezen érdemes lenne akkor elgondolkodni mindenképpen. Köszönjük szépen. Géza? Elnézést, de valószínűleg a tegnapi délutáni kettőnk közötti gondolat különbséget folytatjuk a mai napon is. Gyorsan hozzáteszem, mind a két résztől feltételezem a maximális jó szándékot, de szeretném kiegészíteni a hozzászólást azzal, hogy mindegy 25 éve figyelem azt sem én, meg én az alapítványokat. Én óriási hibának tartanám, ha leszűkítenénk. Igen, megmondom miért. Azért, mert Alsomény megyé egy olyan jellegű település, hogyha leszűkítjük az alapítványokat, nem biztos, hogy ugyanannyi felajánlást kapunk. Tehát ha egy vagy kettő van, akkor arra befolyik X összeg, de az az összeg messze nem akkora, mintha az alapítványokat kibővítjük. Ugyanakkor az alapító okiratok különbözősége miatt az alapítványok több irányba tudnának, ha az alapító okiratból kifolyólag segítséget nyújtani. Úgyhogy én elnézést kérek, de pont fordítva látom, tehát védek lenne leszűkíteni az alapítványokat, igenis meg kell hagyni őket, és hagyni kell normálisan működni, segíteni kell az alapítványokat, hogy megfelelően funkcionáljanak, és ott segítsenek, ahol kell. Köszönöm, például az óvodai alapítvány ezért vesztette a közhasznossági minősítését, mert nem tudta produkálni azokat a feltételeket, itt a bevétel forgalom tekintetében, ami a közhasznossághoz kell. És hogyha elveszti a közhasznossági minősítését, akkor elméletileg nem lehet felajánlani az 1%-ot, és nem jól sok különböző.
különböző kedvezmények beigazolására. Tehát akkor meg már pont ezt a jelentőségét veszíti el, ami indokolja a közalapítványi státuszt. Ez csak egy felvetés volt, tehát én megfontolásra javasoltam. Én azt látom, hogy remélem, hogy az elnök személyének a változása pozitív változást hoz az iskolai közalapítvány tekintetében is. Tehát itt már a kuratórium elnökét és a kuratórium tagjait tényleg óriási felelősség terheli, mert sokkal komplikáltabb a közalapítvány működése, mint korábban. És én ezt tanácsoltam már az Erikának is, illetőleg az Orlának is, hogy mind a két közalapítvány rendelkezik itt is ahhoz megfelelő anyagi eszközökkel, hogy igenis kell attól egy ügyvédi irodával, vagy egy könyvelővel szerződést kötni, aki intézi jogszabályszerűen az alapítvány pénzügyeit, adóbevallásait, meg mindenfajta jelentet. Igen. Köszönöm. Ezzel felelősség is jár, és kötelezettség is jár. Köszönjük szépen, Balázs! Én mindkettőnek hallgatom, mindkettőnek van igazsága. Egyik is a teljes megbűvődésem szerint, kezdenem a Gézával. Hogy én azt gondolom, hogy azért jöttek létre az alapítványok külön-külön, mert mindegyik a saját kis területét szeretné lefedni, hogy szeretne működni, támogatni, és miért ne volna ez egy jó cél egy óvoda részére, egy iskola részére, mert ott is olyanokat találtak ki, ugye, amik most részben a bizonságok. A FAMI a másik, ugye a községi alapítvány a legszélesebb platform, tagadhatatlan. Tehát ennek a háromnak én szerintem mindenféleképpen az, hogy volt ugye még több, ahogy tetszett mondani, valóban annak is célja volt annak idején, és végre is hajtotta, de utána valóban egyre csökkent a mindene úgy ámblok. Önnek pedig akkor van igaz, hogy nagyon fordult a világ, valóban nagyon szigorodtak az alapítványok, megtisztították ezt az alapítványi nagy halmazt, ami volt Magyarországon, és egyre kevésbé szabnak olyan feltételeket, hogy könnyen lehessen meg ugorni és lehessen csinálni. Pénzről van szó, voltak itt visszaélések, oda-vissza és a többi. Tehát megvolt ennek az oka. Nem könnyű ezt a kérdést eldönteni itt helyre szerintem, hogy mondjunk össze, csináljunk. Nem is vonhatunk össze, hát ezt önmagának kell eldönteni minden alapítványnak, hogy megmarad, vagy megy tovább, vagy csinálja. Valóban nem tudnak felelni annak, amit meg kell, akkor nem kaphat ezt el. Még mi van egy csomó más ilyen dolog is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, van-e még valakinek hozzáfűzni? Nincs, akkor szeretném megkérdezni. Igen, bocsánat, nem vettelek észre. Csak két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az egy adó 1%-kal kapcsolatban. A közhasznú státusznak semmi köze nincs az adó 1% felajánlás lehetőségéhez. Tehát az adó 1% fogadásához két éves működés és bizonyos egyszerűbb feltételeknek van megfelelés szükséges. A közhasznú státuszhoz pedig három feltételből, ha jól tudom, valamelyik egynek minimum, vagy az 1 millió forintos bevétel, vagy egy bizonyos más dolog, de három feltételből egyet, ha megúlik az alapítvány, akkor meg tudja találni a közhasznú státuszt. Például tud kifizetni járulékmentesen, de az adó 1%-hoz nincsen köze. Egyébként nem értem, hogy ennyi ideje miért húzódnak ezek az ügyek, mert egyrészt a jogi képviselet már évek óta nem kötelező, ráadásul a tisztségviselők változásához van egy külön egyszerűsített mutatvány, ahol egész egyszerűen azt egy elektronikus úton be kell küldeni, ki a régi és ki az új. Egy elfogadó nyilatkozat aláírás és a mellett. Ez már legalább két éve így van, úgyhogy nem értem, hogy ez évek óta miért húzódik. Tudom, hogy a községet alapítványja maga, a vide az a maga kezébe a dolgokat, és el is intézte, és az legcélszerű lenne vele beszélni, hogy intézte ezt a dolgot, hiszen három közalapítvány státusza teljesen ugyanaz. Tehát ugyanazt az utat megjárta szerintem két-három hét alatt. Célszerű lenne vele fölvenni a kapcsolatot, mert ez itt tényleg nem. Köszönjük, hát ez nagyon lassan egy év óta húzódik. 15 nap alatt bejegyzik a lehetetlenkus úton. Csak az a különbség, hogy a közalapítványoknál jelen pillanatban még mindig van lehetőség papírlapú eljárásra is. A hagyományos egyesületeknél már nincs.
Csak ugye ennek az az áthátránya, hogy nagyon hosszú, illetve hogyha valamit elront az ügyvéd, akkor ugye hiánypótlások vannak, és stb. Stb. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Akkor szeretném megkérdezni, hogy elfogadja a bizottság minden tagja a szivárványok között mosogodás beszámolóját, pontosabban az alapítvány beszámolóját. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú. És akkor most már csak a Dabas és környéke üdülőtápor alapítványának az elfogadása lenne hátra. Van esetleg valakinek jegyzőasszonyhoz kérdése? Ezzel kapcsolatosan biztos tud válaszolni, hogy a polgármester úr. Én azt hiányolok írásbeli kiegészítést. Ugye 4 beszámolót kaptunk, a 4 beszámolóból 3 mellé az elnök, illetve a megbízott készített írásbeli beszámolót is, nem csak a száraz számokat tárták elénk. Én, ha javasolhatom, kérjük kéréssel a kuratórium felé, illetve a az alapítvány felé, hogy a legközelebbi beszámoló elkészítésekor legyen szíves egészítse ki írásbeli tájékoztatóval is, ha ilyet kérhető. Jó, köszönöm szépen. Ki az, aki egyetért képviselőasszony kérésében? Köszönöm, megállapítom, hogy a magam részéről is. Akkor ezzel a kiegészítéssel elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm szépen. Már júniusban kérdésítettem pontosan a nyelvi szabadságok miatt, hogy szeptemberben ilyen napi rendet a tárgyal, mint ehhez képest a legtöbb előterjesztés. Tehát ha nagyon előre kap mindenki tájékoztatást, az se jött el. Mind a várunk valamit beszámolóra. És most is kétszer gyakorlatilag egyetlen előjön a köszönöm szépen, akkor áttörnék a 6. napi rendi pontunkhoz, amiről már az átülésben is beszélhettünk volna, de kérdés nem érkezett, a Burza Hungarika 2017 évi pályázathoz való csatlakozás eldöntése. Én a magam részéről mindenképpen támogatnám, hogy csatlakozzunk, de természetesen tagjai tegyék fel kérdéseiket, esetleg ha most a jegyzőasszonyhoz szeretnének, vagy az alpolgármesterhoz. Javasoljuk mindenképpen. De nagyon helyes volt képviselő úr megjegyzés, hogy számomra is meglepő volt, mikor a táblázatot találnak, hogy évről évre. Igen. Akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki egyetért, hogy a 2017. évi Burza Hungarika ösztöndíjrendszer pályázathoz csatlakozzunk. Köszönöm szépen, megállapítani egy hangunkon. Átérnünk a 7. napi rendi pontunkra. A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyéb díjairól szóló 8/2011-es rendelet hatályon kívül helyezése és az új rendelet elfogadása. Ennél a napi rendnél átadnám a szót dr. Percet Tünde jegyzőasszonynak. Én azt gondolom, hogy a lényeg beletírva, tehát egyrészt jogszabályi megfelelőség, a másrészt pedig volt a korábbi rendeletben többfajta ellenmondás, amit helyre kellett tenni. Mert azt is próbáltam összeszedni, hogy mi az új rendelet lényege. A vegyárral kapcsolatosan a Máriában mindenki tud. Ugye a Béva vezetője is jelezte az önkormányzat felé, ugye most már 5 vagy 6 esküvőre lefoglalták újra, vagy lakodalomra az iskola aulaját, hogy van egyfajta ellenmondás. Én azt gondolom, hogy aki ott tartja a lakodalmat és ennek a képviselőtestület meghatározott egy bérleti díjat, így abban az esetben az esküvőt is ott szeretné, akkor legyen az is térítésmentes. Ezért oldottam meg úgy, hogy a hivatali helység fogalmával akkor még az aula bekerült, az opát teljes egészében kihagytuk. Én azt gondolom, hogy majd, ha az épület elkészül, tisztába tesszük a funkcióját, majd akkor erre vissza lehet térni. Tehát ami a lényeg, hogy aki a hivatalba esküszik, és aki az aulába esküszik, mindenki nyitott, ez térítésmentes, és ahogy írtam is, hogy a korábbi rendelet abban egy icipicit jogszabálysértő volt, hogy a külső helyszín, az azt jelenti, hogy külső helyszín. Tehát az egyedi kérelemben indul, és egyedi határozatba kell arról dönteni,
hogy az alkalmas egyesküvői ceremóniára is engedélyezünk vagy sem. És ez most a helyére került, meg konkrétan olyan megkeresés is volt, aki attól tette függővé a vegyházban történő házasságkötést, hogy ő szeretne erre szabadtéri, tehát nem a lakodalom lenne az udvarban, hanem egy kis szabadtéri zöldbe az esküvő. És hát én már ezt jeleztem is korábban, hogy erre vissza kéne térni. És az a meglátásom egyébként, ahogy írtam is, hogy azért a szabadtéri esküvői ceremóniának egyre nagyobb divatja van a fiatalság körében. Ha szerényen is, de egy-két eseménnyel évről éve, most már újra növekszik a házasságkötések száma, én azt gondolom, hogy nekünk először igazolni kell. És tehát a külső helyszínek esetében, persze vannak más településeken, horribilis árak, ahol 80 meg 100 ezer forint, meg nem tudom én. Én azt gondolom, hogy a 20 ezer forint az nem sok, nem kevés. Egyéb iránt, akinek erre van igény, én azt gondolom, hogy ezt minden további nélkül meg tudja fizetni. Azon kívül meg van két helyszín, főleg a polgármesteri hivatal. Ha nem is túl nagy, de most már én azt gondolom, hogy teljesen méltó a keretet tudni egy esküvőhöz, ha meg esetleg megérjük, hogy lesz új hivatalunk, akkor meg megint csak. És amit jeleztem is, hogy tényleg jó lenne már most arra gondolni, hogy majd a belső teret úgy kialakítani, hogy ott legyen egy olyan kis sarok, ami olyan keretet ad, vagy hátteret ad, hogy mondjuk egy szabadtéri esküvő, még akkor is, hogy a hivatalban van benne, a négy fal között, mi az átérve. Hát erre van. Köszönjük szépen a kiegészítést. Jegyzve azt szeretném megkérdezni, hogy meg kell szavaznunk a régi rendelet hatályon kívül helyezését, vagy csak az újakkel? Nem, mert a ünnep a végében benne van, hogy amikor ez hatályon lép, akkor az tehát csak az újakkel. Jó. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése még egy asszonyhoz? Nincs, akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki elfogadja az új rendeletet. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egy van minden. Akkor a 8. napjáratig pontra térnénk át, az októberi bizottsági ülés időpontjának módosítása. Itt megint jegyző azt, hogy vagy a polgármesteri kérem, hogy tájékoztasson bennünket erről. Nagy tisztelettel elkérném a bizottságot, hogy az októberi tervezett bizottsági ülés csak az egy héttel halasztál, amikor a tervében meghatározott időpontot, mert egy abban időszakban egy a utolsó Mártának a kormányzatnak a küldöttsége és problémáknak az organizmának az összeállítása, ezért kérnék azt, hogy amikor a tervtől eltérően egy héttel toljuk el a bizottságnak az ülésének a kezdési időpontját. Rendben, köszönöm szépen a tájékoztatót. Szerintem itt biztos nem lesz kérdése senkinek, hiszen a polgármester úrvéját világosan elmondta, hogy mi az oka ennek. Szeretném megkérni, megszavazzuk, ezt meg kell szavaznunk? Hát én azért javaslom, mert ugye mert ez a bizottság is, tehát mind a három bizottsághoz bevittük ezt a napirendet, tulajdonképpen pont az a hét odakint, amikor a testületi vagy a bizottsági anyagok készülnek, és akkor pénteken éjszaka lenne a visszaérkezés, amikor pénteken délben kiszoktunk tudni, tehát teljesen egyébként. Jó, akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki támogatja és elfogadja, hogy egy héttel később legyen az októberi bizottsági ülésünk. Megállapítom, hogy egy hangulat. Köszönöm szépen. És akkor áttérnénk az utolsó napi rendi pontunkra. Hincit szeretném kérni, hogy jöjjön ide, légy szíves, meg az volt neki. Ahol is a tegnap előtti búcsúról gondolom néhány szót fog ejteni, de itt alkot, de is terület is tud mondani, hogy kivette a részét reggeltől este 11-ig belőle. A falunapokról születi vár, idősek világnapja és az október 23-ai ünnepség előkészületeiről fog jönni. Jó. A munkának a felelőzése az már nagyon korán elkezdődött. Azt tudni kell, hogy nagyon komoly engedélyezés tervezni már a szintunknak a megszervezését, akkor fogom minden emberkel engedélyezni, meghatározni a munkának a létszámot, a menekülési útvonalat, a rengető mindent. A árusokkal Inci egyeztetett a mutatványosokkal, én a biztonságért nem voltam a felelős. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek nagyon jó időnk volt. Láttam, hogy szép számban voltak kint a jelenlévők, hogy ezen szépen leszállott a
idejévi búcsú. Köszönjük szépen. Alpó Gábor már elmondta a búcsút, úgyhogy megköszönnénk a falunapokról, Szüreti Bárról, október 23-ai ünnepségről, vagy nem tudom, hogy köszönöm szépen, nem látok kicsit. Nem látok, szállítok is tudok elnézni. Igen, tehát akkor most szombaton rendezzük meg a Pörkölt Fesztivált, amelyhez szórakoztató műsorokat is csatolunk. Délelőtt 10.30-kor a gyerekeké lesz az aula. A volt budapesti gyermekszínház művészei, akikből a Tihanyi Vándor színpad alakult, jönnek ki nagyon szép, gazdag díszletekkel, jelmezekkel, egy igazmondó juhászlegény, Mátyás király mondát dolgoznak fel. Már ők voltak nálunk valamelyik jó régebben falunapokon, és akkor is nagyon nagy sikert alattak, nagyon jó volt az a műsor is. Ezt követően most van a Táncdal Fesztiválnak az 50. évfordulója, és az ilyen első Táncdal Fesztiválosok jönnek, a Kósházas pár, Soltész Rezső és Araszki László, akiket egy ilyen tánczenekar fog kísérni, Molnár György már többször járt nálunk, most ő mint kísérő fog megjelenni a tánczenekes művészekkel. Ezt követően oda külső színpadon folytatódnak az események. A Nyugdíjas Klubnak egy nagyon nagy sikerű táncszáma van, ami a regionális nyugdíjtalálkozón arattak fergeteges sikert, és most őt nekünk bemutatják, illetve a Krumpli Fesztiválra a hagyományozó szakkör készült egy ilyen kis krumplis mese produkcióval, és ők is németül is előadják, hogy akik nem tudtak eljönni a Krumpli Fesztiválra, megnéznétek, akkor azok láthassák őket, illetve a Soroksári, nem tudom, elfelejtem, hogy mi a neve, hogy mindenesetre valamint művész név jön, tehát Soroksári valaki, művész harmonika zenekar fog szintén kültéri koncertet adni, az inkább csak, tehát ők olyan koncertet adnak, ami mellett tudunk egy kicsit beszélgetni, tehát ilyen olyan harmonika koncertet, ami mellett jól esik egy pohárbort elfogyasztani. És ők is külső helyszínen lesznek, hogy amíg ott az emberek egymással találkoznak. Herman Antal. Herman Antal, igen. Soroksári Herman Antal harmonika zenekar is ad egy ilyen, ilyen szórakoztató koncertet, így van. Őket is várjuk nagy szeretettel. És aztán este pedig megkérvényeztük az utcabát, éjfélig lehet kint maradni az utcán, és ennek a tűzsonglőrök is, igen, hogy egy kicsit ezt az estét bevilágosítsák. Így van. Hála Istennek, hogy az érdeklődés eléggé szépen mutatkozik, sokan készülnek rá, hogy eljöjjenek. Már a búcsúba is kitettünk plakátokat, újságban megjelen, és készítettünk szórólapokat, majd holnap akarok fölkeresni téged. De lehet, hogy most kéz vagyok oldatom. De nem biztos, mert lehet, hogy már elvittem a faluházba, hogy megnézem, hogy szórólapokat a gyerekeknek, mert annak ellenére, hogy tényleg, hogy a többféle helyen, tehát akár a Facebookon, akár a honlapon, akár a plakáton, akár az újságban, de még mindig akadnak bőven, akik nem tudják, mikor lesz, nem tudják, hol lesz, és nem tudják, mi a program. Úgyhogy hát, ha még ezekkel a szorolatokkal is, amiket csak hazavisznek a szülők meg a gyerekek, akkor tudjuk ezt propagálni, illetve hát szeretném megkérni majd, hogy nyilván, hogy az óvodőket is biztos, hogy biztassák, tehát hogy mondják is szóba, hogy azért ezek, tehát ez egy nagyon nagy biztonság, és Lupa igazgató úr tényleg nem túlzott, amikor így elcsodálkozik ezen, hogy ez nem általános, hogy egy önkormányzat ingyenes programokkal látja el a falu népét, és nem csak egy alkalomszerűen, hanem szinte egész évre olyan ingyenes kulturálódási, szórakozási lehetőséget biztosít a község lakóinak, ami színvonalas, és amiért mások súlyos ezreket fizetnek. Úgyhogy ha már ingyen kijön ide egy budapesti gyermekszínház produkció Színész Gárdával és egy nagyon látványos produkcióval, akkor legalább nézzük meg, mivel hogyha most ezt be kéne menni Pesten valamelyik színházba, akkor ott eléggé komolyan meg kéne fizetni az úti költséget is, meg a jegyárát is, meg mindent, hogy ezt így jó lenne, ha minél többet igénybe vennék, ha már az önkormányzat erre
áldozza az anyagi kereteket. Iskolában is. És az iskolában is viszem, ha az óvodában vagy minden osztályban, és ott is biztosítom a tanítónéniket, hogyha ugye szombat van, szabad nap, de hogyha esetleg a tanítónéni azt mondja, hogy én is elmegyek gyerekek, akkor találkozzunk és nézzük meg együtt, akkor lehet, hogy ezzel a gyerekeket is jobban lehet biztatni, és hát ezzel is valóban, hát igazából nekünk pedagógusoknak elvegy egy feladatunk is, hogy a kultúrát népszerűsítsük és terjesszük és pártoljuk. Ez annak a része. És hát ugye most inkább a felnőtteknek meg inkább a szórakozás van, mert ugye ez egy egyszeri alkalom, hogy Táncra Fesztivál 50, ez most van, jövőre már 51 lesz, akkor már úgy van, mint a Nukorna Miklós, hogy tavaly 50 volt, idén már 51. Úgy most már annyira van, hogy igen. Volt a születés. Én nem tudom, mekkora gyerekként, nagyon sokáig azt gondoltam, tehát én olyan 10 éves koromig, hogy a búcsúhoz nyilván, tehát mindig akkor tettek a szóval. Nagyon szomorú volt, amikor eljöttem innen. Mit kérdeztél? Hát most ezt azt mondja, hogy 24. Nálam 24. Tehát mi a 30-an el fogunk férni, de már többen nem nagyon. Úgyhogy én most már minden formot megragadok arra, hogy népszerűsítsem azt, hogy valahogy próbáljunk megegyezni a szomszéddal és azt a Lucerna földet jó lenne valahogy megvásárolni. Igen, mivel egyszerűen nem fér, hát a nem férünk el. Mindenesetre az nem titkos, mert ezt a Marikával nyíltan beszéltünk meg, úgyhogy bárki hallhatta, hogy én próbáltam most is neki könyörögni, hogy Marika így meg úgy, és azt mondta Marika, hogy nem tudja még, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de annyit megígér, hogy jövőre a 950 évesre odaadja használatra. És akkor ideiglenesen, ha nem sikerül, elmondjuk a kerítést, és akkor az 50 évesre, akkor az 950 évesre odaadja, de hát a hosszú távú célunk az nem ez, hanem hogy növeljük a területünket, mert el kell mondjam azt, hogy most, hogy voltunk a Bugyi Krunki Fesztiválon, ahol nem tudom, beszélte róla Miklós, de a Kulturális Bizottság ezt azért szeretnénk így elmondani, hogy igazán méltón kiálltunk Alsóni Meliért, Magdika is ott volt egész délután segített, hogy megtettük, amit a magunk részéről megtehettünk, igazán színvonalas műsorral, finom ételekkel, és úgy álltunk ki a pugyiak és a vendégeik elé, hogy nem osztunk szégyent Alsóni Melire, ez biztos, és akkor ott aztán meg is beszéltük, hogy na, egy valamit biztos nagyon irigylünk a bugyi szomszédaitól, azt a nagy hatalmas területet, ahol ők a rendezvényeiket megtarthatják, mert nekünk sajnos nincsen egy ekkora nagy szabad közterületünk, ahova így fölvonulhatnánk, mert ugye mert mi is tudnánk nagyobbat is, ha volna, ahol. Igen. Úgyhogy hát, nem tudom, hogy most már ettől biztos, hogy nem lesz nagyobb. Ha csak így, ha meg nem vásároljuk ellenét, de ha eddig nincs, akkor ezt már honnan lenne. Sajnos, de tényleg az ember töri az agyát, mert fölmerült az is, hogy van itt nekünk az is önkormányzati terület valahol ott a Öregtói utcával szemközt egy magévtelep, vagy micsoda, hogy az egy nagy terület, azt esetleg meg lehetne tisztítani, vagy, de hát az se tűnik jónak, mert az is kiesik a faluból. Hát a bugyisiaknak ott van a falu, a kellős közepén, a művelési ház, a költözni lehet. Hát, ez egy páratlan lehetőség. Funkciója. Nagyon jó nekik, igen. És hát akkor körülbelül a Pörkölt Fesztivál remélhetőleg szerencsésen lezajlik. Még annyit szeretnék elmondani, hogy... Milyen idő lesz? Jó lesz. Jó idő lesz. Jó. Néztem az előrejelzéseket. Jó, hát reméljük, hogy jó idő lesz, mert eső nap az nincs. Csak délután mondanak egy kis esőt. Egyelőre úgy tűnik, hogy az önkormányzat is képviselteti magát. Végre már, éjszakában éjjel. Bocsánat. Te is? Tehát nem egyelőre, tehát valóban ez már biztos. Nem még az ember, csak belülről áznak. Jól van, most már csak az óvónőknek kéne megint jönni, mert évekkel ezelőttől is volt. Nagyon jól lenne, még nem esetleg egy kis volt. Igen. Még nem később, igen. Na és a
megoldás. A dolog pedig anyagilag úgy oldottuk meg, hogy sorszámozott jegyeket rendeltünk, kétféle jegyünk létezik, van egy támogatói jegy, ami 500 forint, és van a vendégjegy, ami ingyenes. És ezeket a támogatói jegyeket vásárolják meg azok a személyek, akik ételt szeretnének ott fogyasztani, illetve akik támogatni szeretnék a rendezvényt. És így aztán senki nem érzi úgy, de ez egy közkívánás, tehát egy közkívánat volt, és én magam is egyetértek vele, hogy szeretnének az emberek hozzájárulni azokhoz a költségekhez, amikbe ezek a rendezvények kerülnek, akkor jogosabban érzik mondjuk például azt, hogy elfogyasztanak egy tál ételt, hogyha a vendéglátáshoz ők is hozzájárulnak. Ez egyébként egy képletes összeg, de mégiscsak egy mérhető hozzájárulás, amivel támogatják a községet is, és támogatják a magának a rendezvénynek a megvalósulását. Akkor a születi bállal szintén jól állunk, egyelőre már 30 fogat nevezett be. Én most éppen Vilmossal azt tárgyaltuk, hogy hogyan lehet technikailag azt megoldani, hogyha elő zenei a zenekar, hátul is szóljon a zene, mert gyakorlatilag az első kocsiba a zenekar nagyjából 10 hintóig hallatszik, és a másik 20 meg csak úgy vaktat szépen csendbe utánuk, és panaszkodtak ott a 11-től 30-ig a fogatosok, hogy ő nekik a hangulatba annyi nem jut, és akkor most megpróbáljuk ezt úgy valahogy megvariázni, hogy kihangosítani ugye a zenét, vagy nem tudom, a Vilmos majd még mit ügyeskedik ki, hogy az egész menet ki legyen hangosítva, és végig lehessen a zenét hallani. Készülnek a gyerekek, jó sokan vannak. Hála Istennek. Igen. Ez a jó. Igen, és hát reméljük, hogy minden ott is a Jóisten velünk lesz, és nem esik az eső, és minden jó. Köszönjük szépen. Igen, idősek világnapja, az egyből másnap, szokás szerint. És az idősek világnapjára Walter Ferenc operaénekes művészt hívtuk meg, ő szólistája a Magyar Operaháznak, és van egy olyan programja, hogy szabad-e dalolni, és nagyon ő is egy próza, egy előadó művésszel és egy zongora művésszel érkezik, és népszerű opera áriákat adnak elő, illetve operett áriákat, amik igen közismertek és kedveltek az idősek körébe. Ez lesz gyakorlatilag az ünnepi műsor, amire a falu egész lakosságát és nem csak az időseket várjuk. Utána lesz az idősek és arany és gyémántlapodalmasok ünnepélyes köszöntése, és azután pedig egy ilyen teadélutánt rendezünk, és kihasználva, hogy a Gargamel még nem tudnak leszerelni, hanem ott maradnak tovább, és vállalták a Norbiék, hogy egy-két óra hosszás teadélutánnal szórakoztatják az időseket, akik ott akkor táncolhatnak egy kicsit, és egy kis fogácsa, meg egy pohár hűtő mellett, akkor még kötetlenül, ha már úgy is sikerült végre összejönni ennyi embernek, akkor elbeszélgethetnek, és ott táncolhatnak egyet az idősek, hogy itt tervezünk az idősek napján. Október 23-a, különleges október 23-a, meg 60 éves évforduló lesz idén. 7. osztályosok adják a műsort. Nagyon szép műsor lesz, nagyon reméljük. Az előadóval most is bajban vagyunk, mert ugye 60 évesre már, akik olyan országos méltóságok, ők már el vannak kötelezve. Hogyha volna esetleg ötletektek, hogy idén kit hívjunk meg, akkor azt nagyon megköszönném, illetve még azt is nagyon megköszönném, hogyha lehetne a mi díszpolgárunkat elhozni Balázs, hogyha ezt a vállalnánk, hogy ő meg akkor még utazást vállal, akkor őt meghívnánk díszvendégnek, és viszont hát ugye ő már arra egészségileg nem biztos, hogy jön. Szerintem az önkormányzat, tehát hogyha Balázs szervezését vállalja, akkor az önkormányzat utaztatást hoz. Igen. Csak hogy ő esetleg vállalja arra, hogy beszél. Pontos napján, igen, 18 óra. Ahogy szokott, illetve annyi a különbség, hogy most az iskolai aulában lesz, mivel máskor nem lehet, és akkor lehet, hogy a fáklyás menet az egy ilyen, vagy nem, vagy pedig aki jön, aki igen. Nem, mert... Hát tavaly is így volt, aki nem jött, aki nem jött. Így van, igen. Tehát, sokan jönnek. Attól messze van, nem olyan nagyon sok.
Adósok számítanak. Igen, aki el akar menni, az onnan is el fog menni. De nem olyan régen beszéltél a bácsival, hogy ő például még vállal ilyet, hogy beszéd, vagy szólni, vagy ha csak néhány szó. Hát nem beszélt tényleg, igen. Szóval már. Vagy akkor pedig csak mondjuk köszöntjük és megkérdezzük, hogy egy néhány szó van. Igen. Majd én mondom, hogy akkor ez lesz, hogy felkérjük, hogy pár szót szóljon, igen. Ha gondolja, annyit, amennyit akar. Amennyit akar, igen. És akkor mellé pedig még akkor felkérünk más szónokot is. Ez, hogyha volna esetleg valami jó gondolatotok, hogy kinek szóljuk. Most még a tavalyi nagyon jó volt. Igen. A haraszti tudatom. Igen. Ő a Haraszti Kulturális Bizottságnak volt az Elnöke Gimnázium igazgató. Hát én most például gondolok is, hogy esetleg az országgyűlési képviselőket felkérjük, de hát nem minden. Hát az már igen, hogy nem kötődik. Igen, mert beszéltünk most vele, de hát ez nem jön itt szóval. Hát nézd, egy kérdést megér. Igen. Mert lehet ennyi felmérni. Vagy esetleg tud valakit. Vagy esetleg ajánlani valakit. Hiszen annak időben, mi lenne az ászló volt, és akkor is ő hozzáfordultunk, és ő hozta ki ugye az akkori embert, a Szegedi Egyetemben. Igen. És akkor még azért azt is elmondanám, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, mert nagyon gyorsan jött a hír, hogy ebben az évben, október 6-án a köztársasági elnök úr Halászi Károly sírjánál fog tisztelegni is. És az Ócsai polgármester úr Alsónémedét is értesítette, hogy mint érintettek lévén, és mi is bekapcsolódott. Ők az érintettek, mi pedig a... Hiszen fordítanunk a dolgot. Úgyhogy csak érintett azzal, hogy a tagfők előtték készen. Igen. Csak mindenki nem ápolja, hogy reformátusok se ápolják. Szerintem megfelelően, vagy ápoljuk megfelelően. Én azt gondolom, hogy többet. Jobban hoztak az ócsai. Sokkal többet kellett. Hát ott van a sírják azért. Minden évben koszorút viszünk oda. Tessék? Az se régen van. Mi? De minden már ide időkben is kipszöltek. Hát hogy a fenében? A 20 évben. De ide kipszöltában légy minden esetben én azt mondom, hogy én végtelenül meg vagyok hatódva, hogy a köztársasági elnök úrnak egyáltalán valahol föltűnt, hogy van, létezik Magyarországon egy ilyen emlékhely, és hogy Halászi Károly az ő látókörébe került, és úgy gondolta, hogy ő most Halászi Károly sírjánál emlékezik. Én ettől, ez engem nagyon meghat. És az, hogy egyáltalán mi is ott lehetünk, ha már így jártunk, és az ócsaiak, mert az ócsaiak simán megtették volna, hogy ők megtartják az ünnepséget, aztán nem is tudják velünk. De ez én egy nemes gesztusnak tartom, hogy minket értesítette, minket oda meghívtak, mi is ott lehetünk. Egyáltalán kaptunk 5 percet, mert nagyon szoros az időbeosztás, hogy mi elmondhassuk ott, hogy nekünk német gyerekeknek mit jelent Halászi Károly, és én most nagyon-nagyon igyekszem, hogy azt az 5 percet úgy elmondjuk, hogy mindenki meghallja, hogy nekünk kicsoda Halászi Károly. És milyen prózát mondhatunk 5 percet, a Várhegyi Dorina 7. osztályos tanuló fogja felolvasni. És ezt én most nagyon nagy kihívásnak érzem, hogy a 5 percben mi ezt meg tudjuk fogalmazni országvilág előtt, és a köztársasági elnök úrnak mi is elmondhassuk, hogy a Halászi Károly a miénk. És ez nagyon szép dolog. Köszönöm. Már vége, mert akkor még egy... Szintén egy nagyon-nagyon jó hír, csak ez anyagi. Tudják, hogy pályáztunk a kérdékjátékára, és nagyon bejelentett be, hogy megnyertünk a pályázaton. Körülbelül 1,9 millió forintot, de talán pontosabban is meg tudjuk mondani. Tehát most ezeket már fognak szintén a rendszerűségnél, hogy nyertünk ezen a pályázaton. Tudjuk volna, hogy a videófelvételek, amely a zsúlyzítják még bemutatni, az akkor úgy döntöttünk, hogy ettől függetlenül elindítjuk, ezek folyamatban vannak most már, hát szerintem másfél hónapja folynak a felvételek különböző helyszíneken, de már is ennek nyertünk is a pályázaton, úgyhogy... Ez a Gabi érdemel? Hát a Gabi érdemel. Ez egy most szerezte a tőkeszt,
szinteket, tehát ő tudta, de hát nem csak a kisfilm, tehát egy 15 perces film, ez a Némediről, aztán lesz 6 ilyen rövid film, ami a helyi ilyen civil szervezetek, énekkarok, nyugdíjas klub, Vigyász Egyesület. Azokat részletesebben ezeket mutatja be, aztán lesz ilyen 3D virtuális séta, ami a két tempomot, egy meg a falházat, igen. Egy ilyen fényképes... Ez olyan dolog, ami nagyon sok ilyen link van, hogy mondjuk felmész rá, és akkor gyakorlatilag végig, mintha moziba lennél, végigviszi a teljes anyagot. Nem csak a... Aztán mi lesz még, ha ilyen fotókból egy ilyen idősorra... Igen, lesz egy fajta, olyan, igen, lesz egy ilyen kronológia, fotokronológia, ami az egész falu történetét 950 évet bemutat a fotodokumentumok tükrében. Lesz egy ilyen is, azon kívül... Füzet, ami kiadvány. Igen, mert hogy van nekünk ez az útra, az útítás, vagy az útra való füzetünk, útítás, de az csak magyar nyelven van, és most útítás. Szeretnénk ugyanezt angol nyelven is kiadni. Kiadni. És kiadni belőle. Igen, igen. Igen. Az most már ez új fotókat. Igen, igen. És nagyon jó lenne az angol nyelvű kiadás, mert akár most már például jövőre, hogyha jönnek idegen országból is vendégek hozzánk, akkor legalább tudunk adni nekik is egy angol nyelvű változatot, hogy értsék is, hogy ne csak a képeket tudják nézegetni. Illetve majd az év folyamán, valamikor november-december táján pedig szervezünk egy értéktár konferenciát itt Némedén, a környékbeli értéktár bizottságok meghívásával, hogy együtt megbeszéljük, hogy ki például mit csinál, vagy mit tart egyáltalán értéknek, mert van akinek, mert ez egy nehéz fogalom meghatározni azt, hogy mi az az érték, és akkor itt azért egyeztetnénk erről, hogy ki a maga terülésén mi mindent vesz ebbe bele. Nagyon tudjuk, hogy megkérjük. Igen, igen. Mert jövőre is jó lenne pályázni. Igen, a nagyon jó, hogy érték. Igen. Ez a kapcsolat is egy érték. Igen, tehát itt az érték, vannak tárgyi értékek, vannak kulturális értékek, vannak szellemi értékek. Igen. És hogyha jövőre is sikerülne pályázni, akkor én majd fogom javasolni már most előre, mert ez a pályázat ez egy kicsit olyan hirtelen is ért minket, mert hamar jött, rövid határidőd, ugrani kellett nagyon. És akkor tényleg az ember önző módon csak magára gondolt, hogy neki milyen nincs, és akkor mit. Viszont hogyha a jövőre is pályáznánk és nyernénk, én nagyon-nagyon szeretném javasolni, hogy Barabás Mihály igazgató úrnak van egy példátlanul gazdag tanulmánya az erdővidék virágmotívumairól, a címzések, butortest és stb. Egy végtelenül fontos és alapvető munka ebbe a kivesző világban, hiszen már nagyon-nagyon nehéz erdővidéken is már ott ápolják a hagyományokat. És a testvér kapcsolat keretében én nagyon szeretném, hogyha indulnánk közösen Nagyajtában majd jövőre ezen az értékpályázaton, és kiadnánk ezt könyvformájába, ezt az ő tanulmányát, hiszen ott kint Erdélyben nagyon nehéz erre megfelelő anyagi fedezetet biztosítani, és nagyon-nagyon jó lenne és fontos lenne, hogy az nyomtatásban például megjelenjen. Tehát így most van egy időnk újra gondolni azokat, hogy még mi mindent tudtunk ebbe a körbe bevonni. De hát ezt majd akkor. Úgyhogy köszönöm szépen a magam részéről. Mi is köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e valami kérdés esetleg még a vízéhez? Nincs? Akkor én szeretném megköszönni a bizottság munkáját, az ötleteket, javaslatokat. Jó pihenést kívánok!